Nagy tisztelettel köszöntöm a Német József Matematika Emlékversenyen résztvevő diákokat, felkészítő tanáraikat, a verseny szervezőit. Kedves vendégeink! A következő percekben a mezőtúri mazsorett csoport tagjai Szabó Lászlóné vezetésével köszöntik a megyei versenyen résztvevő 12 iskola, 110 versenyzőjét és a közel fél száz felkészítő pedagógust. Kérem, fogadják szeretettel. A táncokat betanította Szabó Lászlóné, és a koreográfiát is ő készítette. Thank you.
köszönöm a vezetői Mazsorett csoport megnyitó műsorát. Köszönetet mondok Szabó Lászlónak. Hétfőn országos Mazsorett bajnokságon vesznek részt, eredményes szereplést kívánok nekik. Még egyszer köszönjük. Kedves résztvevők! Németh József tanár úr emléke előtt tisztelünk, immár 11. alkalommal a róla elnevezett matematika verseny megszervezésével. A tanár úr Mezőtúron született 1951. június 4-én. Itt végezte általános és középiskoláit. Tanári diplomáját a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte meg matematika és műszaki ismeretek szakon, majd informatika szakos diplomát szerzett Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem természettudományi karán. Iskolánkban ő lett az informatika oktatás megalapítója. Szívügyének tekintette a gyerekek körében a matematika megismertetését és megszerettetését. Nagy öröm számunkra, hogy a róla elnevezett versenyen évről évre nő a benevezett iskolák száma, a résztvevő diákok létszáma másodiktól nyolcadik évfolyamig eléri vagy meghaladja a 100 főt. A verseny fővédnökei Herceg Zsolt, Mezőtúrváros polgármestere és Németh Károly, a tanár úr fia. Egyéb elfoglaltsága miatt Németh Károly úr ma nem tud részt venni a versenyen, Herceg Zsolt polgármester urat az eredmény hirdetésen üdvözölhetjük. A megnyitón 12 iskola 110 diákját és felkészítőit köszönhetem. Ismerkedjünk meg a résztvevő iskolákkal. Köszöntöm a Tiszaföldvári Papp Bertalan Ószöllői Általános Iskola versenyzőit. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskola tagintézmény diákjait. A Kunszel Mártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit. A Törökszent Miklósi Baptista Szeretett Szolgálat Kölcsei Ferenc Általános Iskolája diákjait. A Turkevei Kaszabnagy István Református Iskola és a Turkevei Petőfi Sándor Általános Iskola képviselői. A Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mesterszállási Általános Iskolájának diákjai. Köszöntöm a Mezőtúri Iskolák versenyzőit, a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolájának és Gimnáziumának diákjait. A Szent István Katolikus Általános Iskola diákjait köszöntöm. A második Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola diákjait. És a szervező Kossuth Lajos Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola diákjait és felkészítőjét. Kedves versenyző diákok! Perceken belül a főszerep a matematikai logikáé lesz. Kívánok minden versenyzőnek sok jó megoldást, melynek jutalmaként az eredményhirdetésen átvehetitek a győzteseknek járó érmet, jutalmat Herceg Zsolt polgármester úrtól és Batta Attila Viktor alpolgármester úrtól. A vendéglátásról, a jutalmazásról Mezőtúrváros önkormányzata és a Karcagi tankerület gondoskodott. Thank you.
szép, komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt. Balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz ki, megszánja őt. Arra ment egy kis leány, Peti sosem látta tán. Az eszem helyett jobb, ha a szív vezet. Elcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele. Elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. És elindult fürgén a lába, ballagott a kislány mögött. Ó, de szörnyű pillanat, rászedetted jól magad. Épp ott állnak ők az iskola előtt. Ez a nap már tönkre ment, a kislány iskolába ment. Hát most mit tegyek, én is felmegyek. Könnyebb már az iskola táska, lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Könnyen már az iskola táska, lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Elérkezett az eredményhirdetés ideje. A megnyitón már elmondtam, hogy a verseny egyik fő védnöke Herceg Zsolt, Mezőtor város polgármestere, és nagy-nagy szeretettel köszöntjük az eredményhirdetésen a polgármester urat. Tehát köszöntöm Herceg Zsolt urat, Mezőtor város polgármesterét. És Vatta Attila Viktor urat, Mezőtor város alpolgármesterét. Akik megtisztelték a versenyünket jelenlétükkel, és a díjazottaknak az érmet és az ajándékot ők fogják átadni. Előtte azonban tisztelettel felkérem polgármester urat, hogy köszöntse a versenyzőket és a felkészítőket. Köszönöm szépen, kedves diákok, tisztelt pedagógusok, hölgyeim és uraim, önkormányzatunk nevében nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Intézményvezető asszony tájékoztatott arról, hogy a mai verseny sikeresen lezajlott, megszülettek az eredmények. Én elsősorban szeretnék gratulálni az iskolának, hogy német tanárúra minden évben emlékeznek, és ilyen módon emlékeznek, hogy ezt a versenyt megrendezik. Egy rendkívüli ember volt, aki engem is tanított, akik itt voltak tavaly, azok hallhatták, hogy nekem is személyes tapasztalatom, kötődésem fűződik hozzá, és köszönet és hála az iskolának, hogy nem felejtik el őt. Szeretném megköszönni mindazoknak a vidéki településeknek, azoknak az iskoláknak, akik megtisztelték a szervezőket és részt vettek a mai versenyen. És hát természetesen köszönetet szeretnék mondani a támogatóknak is, az iskola alapítványának, a tankerületi központnak, és azoknak az egyházi iskoláknak, akik támogatták ezt a mai verseny létrejöttét. Természetesen mi is az önkormányzatunk részéről minden évben támogatjuk, hiszen nagyon fontosnak tartjuk az ilyen eseményeket, annak pedig
Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal részt vettetek ezen a mai versenyen. Úgyhogy remélem, hogy egy szép hagyomány teremtődik ebből, hogy 2014-ben indult, és hát bízunk abban, hogy hosszú éveken keresztül ilyen módon és német tanárúra tudunk emlékezni. Én gratulálok mindenkinek. Elsősorban azért, hogy részt vett ezen a versenyen, hát természetesen ilyenkor mindenki nem lehet győztes, nem nyerheti meg az ilyen megmérettetéseket. Minden résztvevőnek gratulálok. Biztos vagyok abban, hogy hasznos tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza. És hát csak azt tudom kívánni, hogy szeressétek ezt a gyönyörű tárgyat, a matematikát, hiszen nagyon sok örömet okozhat, természetesen nagyon sok bosszúságot is, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a tantárgyak között, úgyhogy sok sikert kívánok ennek a szép tudománynak a műveléséhez mindannyiótoknak, és hát nem utolsó sorban a felkészítő tanároknak pedig köszönöm az áldozatos munkáját. Én mondhatom, gondolom, intézményvezető asszony nevében is, hogy akkor jövőre szeretettel látunk itt mindenkit, és várunk vissza ezúttal. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, meghallgattak. Megköszönöm polgármester úr gondolatait, és ezennel kezdetét veszi az eredményhirdetés. A második évfolyamon az első 6 helyezettet fogjuk szólítani a hagyományoknak megfelelően. Azért van, ami változott, hiszen akik évek óta versenyeznek, még nem találkozhattak ilyen dobogóval, de most szeretnénk, hogyha ettől az évtől ez is hagyománnyá válna, hogy a díjazottak a dobogón veszik át az érmet. Úgyhogy megkérem majd az első 6 helyezettet minden évfolyamban, hogy maradjon a díszfal előtt, és fotó is készül majd róluk. És kezdjük. Második évfolyam, 6. helyezést ért el Török Andor Gergő, a Mezőtúri Református Általános Iskola diákja. A díjakat, az oklevelet átadja Batta Attila Viktor alpolgármester úr. Török Andor Gergő. Ötödik helyezést ért el Vida Virág Lídia, Kaszab Nagy István Református Általános Iskola, Turkeve. Gratulálok! Negyedik helyezett lett Katona Anita, Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diáka. Harmadik helyezett lett Habranyi Ákos, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Megkérjük Ákos, hogy foglald el a helyed. Második helyezett Szalóki Árpád, a Baptista Szeretetszolgálat. Nagy szeretettel gratulálunk, foglalt a helyed. És a második évfolyamon, ezen a napon a legeredményesebb tanuló Tóth Maxim József, a turkevei Petőfi Sándor Általános Iskola diáka.
a második évfolyam első 6 helyezett tanulójának. Köszönjük szépen! És a harmadik évfolyam tanulóinak eredményhirdetése következik. Tisztelettel felkérem polgármester urat a díjak átadására. Harmadik évfolyamon hatodik helyezést ért el. Tuba Péter, a Mezőtóri Kossuth Lajos magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola diákja. Ötödik helyezett lett Erdei Farkas Gyula, a Turkevei Petőfi Sándor általános iskola diákja. Negyedik helyezett Kecse Jászmin, a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola diákja. Harmadik helyezést ért el Dobos Rubina Lara, Pap Bertalan Ószülői Általános Iskola Tiszaföldön. Kovács Gergő, a Mezőtúri Református Kollégium általános iskolájának diákja. Igen, a díjat átveszi a felkészítő tanító. És első helyezett lett Fót Gabriella, a Kunszent Márton általános iskola és alapvető művészeti iskola diákja. Nagy szeretettel gratulálunk. Közös fotó. Köszönjük szépen, köszönjük, még egyszer gratulálunk. És a negyedik évfolyam eredményhirdetése következik. Megkérem a polgármester urat a díjat átadására. Hatodik helyezést ért el László Réka, Pap Bertalan Ószülői Általános Iskola Tiszaföldön. Ötödik helyezett Sőrés Lújza, Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolájának diákja. Negyedik helyezett Borsi Tibor, a Mezőtúri Kossuth Lajos magyar-angol két tanítási nyelvű iskola diákja. Harmadik helyezett Matusz Dalma, Pap Bertalan Ószülői Általános Iskola Tiszaföldön. Második helyezett Varga Réka, a Mezőtúri Kossuth Lajos magyar-angol két tanítási nyelvű. Szeretettel gratulálunk.
első helyezést ért el. Kereszti Villő Mikol, Kaszab Nagy István, református általános iskola. Köszönjük szépen! A felső tagozatos diákok közül az 5. évfolyamosok eredményhirdetése következik. Tisztelettel felkérem polgármester urat a diák átadására. 6. helyezett lett Szújó Zsombor Mezőtúri Református Kollégium általános iskolájának diákja. Ötödik helyezett Kovács Adél, Túrkevei Petőfi Sándor általános iskola. Negyedik helyezett Varjú Petra, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc, harmadik helyezést ért el az 5. évfolyamosok között Faragó Anikó, Kaszab Nagy István, református általános iskola tanára. Második helyezett Major Levente, Mezőtúri Református Kollégium gimnáziumának tanulója. Szeretettel gratulálunk. Első helyezett lett Lakatos Marcell, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc, Magyar Angol Kértanítási Nyelvi Iskola diákja. A 6. évfolyamosoknak az eredményhirdetése következik. 6. évfolyamon 6. helyezést ért el Tönkő Vivien, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola. Ötödik helyezett lett Visok Zsolt, Baptista Szeretetszolgálat, Kolcsai Ferenc általános iskolája, Török Szent Miklós. Negyedik helyezést ért el Gábor László Máté, Kaszab Nagy István, református általános iskola. Harmadik helyezett Oswald Zoltán, Túrkevei Petőfi Sándor általános iskola. Második helyezett Kereszti Édu a Sarolt, Kaszab Nagy István, református általános iskola.
És első helyezett Busa Tamás Dominik, Pap Bertalan ószülői általános iskola Tisza. Köszönjük szépen, a hetedik évfolyam eredményhirdetése következik. 6. helyezett le Pató Milán, a Baptista Szeretett Szolgálat Kölcsei Ferenc általános iskolájának diákja. Ötödik helyezést ért el Magos Vilmos, Kaszabna István, református általános iskola kölcsei. Negyedik helyezett Sós János, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc, magyar angol két tanítási általános iskola. Harmadik helyezés Leskál Réka, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc, magyar angol két tanítási általános. Második helyezést ért el Bolyha Dávid, Baptista Szeretett Szolgálat, Kölcsei Ferenc általános. És első helyezett Bencsik Marcell Bruno, Mezőtúri Református Kollégium általános iskolájának diákja. Gratulálom! A 8. osztályosok a végzős évfolyam eredményhirdetése következik. 6. helyezést ért el Nagy Sándor, Mezőtúri Kossuth Lajos magyar angol képtanítási nyelvű iskola diákja. Ötödik helyezést ért el Árvai Fanni, Turkevei Petőfi Sándor általános iskolája. Negyedik helyezett Adamcsik Hanna, Mezőtúri Református Kollégium Gimnáziumának növelője. A díjat átveszi Iványi Négkecső Éva, a felkészítő pedagógus. A harmadik helyezést érte Kovács Erik, Mezőtúri Református Kollégium általános iskolája. Második helyezett Litták Attila, Mezőtúri Református Kollégium Gimnáziumának.
ő is dolgozatot írt egy matematika versenyben. És 8. évfolyamon első helyezést ért el Bíró Ádám Márk, a Mezőtúri Kossuth Lajos Magyar Angol Képtanítási Nyelvi Iskola. Minden díjazottnak és minden versenyzőnek. 2014-ben a Mezőtúri önkormányzat vándorkupát indított el, azon iskolák őrizhetik ezt a kupát egy tanéven keresztül, akiknek a diákjai a legeredményesebben szerepelnek a Németh József matematika versenyen. 2014-ben a házigazda, a szervező iskola őrizhette egy tanéven keresztül. Az elmúlt tanévben a Petőfi Sándor általános iskola diákjai őrizték Túrkevén, és nézzük ebben az évben, hová kerül a vándorkupa. Az iskolák közötti versenyben harmadik helyezést ért el a Mezőtúri Református Kollégium általános iskolája az elért eredmények tükrében. Gratulálunk! Második helyezést ért el a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola. Gratulálunk! És tisztelettel felkérem polgármester urat a vándorkupa átadására. És ebben a tanévben a Kaszab Nagy István Református Általános Iskola őrizheti egy tanéven keresztül az elért eredményei alapján a vándorkupát. Nagy szeretettel gratulálok! És szeretném, hogyha a felkészítő tanárok átvennék az ajándékkosarat a nyertes iskola felkészítő tanárait, kérem jó. Nagy szeretettel gratulálunk a felkészítő munkához. Minden iskolának átnyújtani egy feladatokkal és ajándékkal együtt egy-egy borítékot. Kérem, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc általános iskolájának képviselője vegye át. Kaszab Nagy István Református Általános Iskola. A Mesterszállási Általános Iskola. Pap Bertalan Ószöllői Általános Iskola Tiszaföldben. Petőfi Sándor általános iskola képviselője. A Húszent Mártoni általános iskola és alapfokú művészeti iskola.
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének képviselői. A Mezőtúri Református Kollégium gimnáziumának és általános iskolájának képviselői. A Szent István Katolikus Általános Iskola képviselői. A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar Angol Képtanítási Nyelvű Általános Iskola képviselője. És a házigazda szervező iskola Kossuth Lajos Magyar Angol Képtanítási. Köszönjük szépen! És kedves vendégeink, kedves diákok, felkészítők! Kérjük, hogy fogadjátok szeretettel a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek, Tömöskózi Katának és Lakatos Ádámnak a latin tánc bemutatóját. Ők ezzel köszöntik a versenyzőket és a versenyen elért díjazottakat. Fogadjátok szeretettel! Yeah.
shall be has such teeth thick, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Mary Heath, and it keeps it out of sight. You know when that sharp bite with his teeth big, scarlet billows start to spread. Fancy glows, oh, where's old Mary Heath, babe? So there's never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, sunny morning, lies a body just oozing life. Get someone sneaking. Német József matematika emlékverseny véget ért. Bízom benne, hogy versenyzőként sok tapasztalatot szereztetek, és a szabadidős programokon jól éreztétek magatokat. Megköszönöm a felkészítő tanárok munkáját, köszönetet mondom.